Rádió Szentendrén. Szeretem. 91.6. Szeretem. Igen, itt vagyunk, kedves hallgatóim, ez nem más, mint az FM 91.6 Rádió Szentendre. És egy öröm hírem van, az előbb ment el tőlünk egy Zoller nevezetű zenekar, most pedig érkezett egy másik zenekar, akik a közeljövőben egészen pontosan, ha jól tudom, jövő hétvégén fellépnek itt nem is messze tőlünk Budakalászon. Leander Rising. Jól ejtettem a zenekar nevét, srácok, közel a mikrofonhoz, amennyire csak lehetséges. Köszönöm. Leander Rising. Leander Rising, köszönöm szépen. Vagy Leander Rising. Az előző zenekar, képzeljétek, amikor mentek ki, akkor mondták, hogy hát ismernek titeket, mert hogy milyen híres zenekar vagytok, meg hogy te Amerikában is turnéztál, meg hogy mondták, hogy tök örülnek neki, hogy itt voltatok, meg hogy együtt vagyunk egy stúdióban. Úgyhogy ezt a... Mi is nagyon örültünk nekik, kedves fiúk voltak. Na hát... Meg hát, ahogy hallottam, volt a sztoriukban is átfedés a mi sztorinkhoz képest. Na, mi a sztoritok? Hát ugye, na visszadom a kamerát, jó? Kedves hallgatók, mondjuk, hogy miközben itt kamerázunk is. Szóval, a mi rövid történetünk az úgy indult el, hogy Leander, az énekes, föltöltött egy nótát, a Csak Te című darabot, amit ő zongorázott, ő gitározott, ő basszusgitározott föl, hasonlóan a másik zenekar énekeséhez, ahol szintén így egyedüli dalszerzőként is írja a dalokat. Most nálunk ez már így megvan osztva, de a sztori így indult. Uh-huh. És? Milyen zenekar vagytok? Milyen stílus a zenekar? Iszonyatosan jók! Honnan jöttök? Hova mentek? Hát a zenék az valójában úgy néz ki, hogy a... értem, csak együtt. Ez a szép, az énekesnek meg kell mondani, hogy hova beszéljen egy rádióinterjúban. Szóval a zenék az valójában ilyen, hogy is mondanám, hol vagyok a kamerában? Hát ilyen hangszeres élőzene. Igen. Kategóriát kimeríti, nem? Igen, abszolút. Vannak benne dobok, villanygitár, minden. Aha. És nem esküvőkön szoktatok játszani, gondolom. De már temettek egy zongora darabomra. Nagyon jó. Na. Hova fogunk még ma kiukadni? Na, szóval akkor elárulhatjuk, hogy rock a műfaj, ugye? Na jó, elárulhatjuk. Tehát nem egy repzenekar vagytok, hanem rockzenekar. Hány fős a zenekar egyébként? Mennyien vagytok? Négy. Egészen 3 pontosan. Plusz 1. Egészen pontosan akkor van egy énekes, gondolom, ha már ez szóba került, ugye? Az lennák én, és akkor van még a Josie, aki nincs itt, ő a másik gitárosunk. Van a Béla, a dobos, aki szintén nincs itt, jól lenné. Kapcsold már ki a telefonodat, Láder! Az énekes. Na, igen. Szóval a dobos, és te pedig basszerozol is, és az ének mellett ugye basszerozol is. Basszus gitár és zongora. Na, srácok, akkor ennyi mondjuk így bemelegítésképpen szerintem jó volt a kedves kis hallgatóknak. Én azt gondolom, hogy lejátszanánk tőletek egy dalt, ez az első dal, az a Viharom tavaszom című, ugye ezt választottuk, vagy legyen a másik? Jó, legyen ez? Legyen az. Legyen ez vagy az. Inkább az. Annyit áruljunk el, még a kedves hallgatók hallgatják a zenéteket, hol találnak meg titeket, hol tudnak böngészgetni esetleg? Facebookon van egy oldalunk, kettő is. Van a Leander, meg a Leander Rising. Igazából, mindkettőn. De igazából még a Leandert használjuk inkább, ott lehet megtalálni a koncerteket. Be kell googlizni, hogy Facebook és Leander Rising, vagy Leander. Ki fogja adni? Meg a YouTube-on van fönt egy csomó videónk is. Jó, akkor érkezem most a Viharom tavaszom, és mire véget ér a dal, remélem, hogy több ezer hallgató fogja lájkolni az oldaltokat. Vagy inkább több tízezer. Érkezzen akkor a Leander Rising és a Viharom tavaszom című dal itt az FM 91.6 a Rádió Féljetek. Rádió Szentendrében. Kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió Szentendre.